nagyon sokat utazunk, de a legcsodálatosabb viszont az, hogy tényleg annyira messze elutazunk olyan emberekhez, akik tényleg keveset kapnak jó színházi darabokat. Szerelem, bátorság, kaland. Én azt kívántam előadásában, hogy szülessen meg a lelkeim, és intéznek, hogy szólítsuk meg egymást is, meg a közönséget is, és én azt gondolom, hogy ez maximális a siker. Nagyon élvezték, tehát csillogást láttam az emberek szemében. Amikor ezt bemutattuk Sátoraljaújhelyen, akkor számomra ez még elképzelhetetlen volt, hogy hogyan fog az az előadás, amit mi a Nemzetnek a balettermébe bepróbáltunk, működni Sátoraljaújhelyen, nem tudom, Géberjénben, Mátra Ballán, vagy Derecskén, vagy kultúrházak, vagy iskolaudvarok, vagy sportpályák színpadán. És most már kezd összeérni a dolog, tudja mindenki nagyjából, hogy mi a dolga, hogy milyen feltételekre van saját magának szüksége, hogy mondjuk meg tudja csinálni a szerepét. És ez tök jó, mert ez ilyen tapasztalásom még nem volt eddig. Úgyhogy ez egy nagyfajta, nagyfokú rugalmasságra tanít. Nagyon különleges ez az első alkalom, amikor megtarthatjuk a színház simogató foglalkozást a János Vitéz előadásunk kapcsán. Igyekszünk majd felhívni a gyerekeknek a figyelmét a János Vitéz történetére és egy pár kreatív, fejlesztő, improvizációs játékkal szórakoztatni őket. Színház mindenkinek!